Ezt te voltál? Pacsi, szevasztok, szombat van, holnaptali news és mai szárvendégem. Hát, Oli. Szevasz, Oli, majd azért legyél aktívabb. Sziasztok. Mai sztárvendégünk tehát egy kisebb affér után, Patocska Olivér, a sorozat Kristófja. Köszönjük rá. Hát, ha akarsz, akkor köszönjük. Negatív randi app. Biztos te is fogtál már a kezedben randi appot. Facebook. Ja, értem. Ki hogy használja? Mondjuk nevezzük a nevén. Szóval ezekkel az appokkal általában a rokonszenv alapján tudsz választani partnert. Aha, oké, kövi. Aha, tiszta dark, uncsi. Na ez igen, ez stílus! Oda a zseniális új appunknál, a Haternél, az alapján meccselhetünk össze, hogy mit utálunk közösen. Például, ha mind a ketten utáltok egy emberi szokást, ételt, vagy akármit, akkor könnyen rokonszenvbe kerülhettek egymással. Jó, de ez milyen alap már, hogy az alapján jössz össze valaki, mit utáltok együtt? Igen, de most gondolj bele abba, hogy mondjuk ilyen gimibe, vagy tudod, amíg kicsit így keresed önmagadat, addig hányszor spanoltál össze valami sznopcsajjal, úgyhogy... Nézd már zokni szandát a csajon. Gáz, mi? Valljuk be, a suliban hányszor történt már veletek ilyen? A szavazatunk az applikációra? Hol áll? Na, hogy szőke, na, hogy modell. Vele randizik most Leonardo Di... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. A jó öreg Leonardo DiCaprio soha nem volt a hosszú kapcsolatok megszállottja. Inkább a Tisza virág életű románcok vitték magukkal, nem meg a fiatal lányok. Igen, de nem voltak túl hosszúak. Gyakorta főként modellalkatú lányok társaságában fotózkodik manapság. Mert valószínűleg a lányok modellek is. Legújabb barátnője Sara Schneider, igencsak Schneidig. Ez egy romantikus történet. True love. True love. A lényege, hogy a lány 22 éves, Leo meg 43. De hát a szerelemben nincsen korhatár. Van egy pohár vized. Ez nagyjából. Hello, kislány. Megmutassam a baby gyűjteményemet? Persze, akármit is jelentsem. Lehet, hogy ti még nem vagytok az a korosztály, de emlékeztek még a jó barátoknak. Ja, igen, folytatom, a jó barátok színészeire. Na hát egészen másképp néznek ki, mint akkor, és hát mint most. Meg nem volt értelme. Nézted egyébként annak idején? Melyiket? Hát jó barátokat. Ó, kárba kinéztem az egész 10 év adott másfél hónapot. Chandler. Az egyetlen, akivel tudsz azonosulni, szerintem az ő. Némileg dupla tokát neveztet magának. Mennyi időt telt el egyébként? 10 év. Tizenvalamennyi a vége ott. Rossz, nincs olyan rossz állapotban. Fú, yeah. Mondjuk itt rossz állapotban volt. Meghozta akkor a szépségét. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston a mai napig dögös. Jó, azért megnézném ezeket smink nélkül. Viszont felhéredett a foga. Ki a Johnny Tribbiani-t játszik. Ó, ne is mondd, ez annyira szomorú. Erre rossz ránézni. Viszont nagyon fura nekem most időszínészként, hogy... Nem kérem, most ezt megbeszéljük. Ne? Tudom. Szerinted nem tudtam, hogy elintottam. Ja. De csibész! Azért ez botox. Kernikax. Úristen! Ez botox. Azt mondja, ez úgy néz ki, mint a Versace néni. A Liza Kudrow. De a kedvencem a büdös macska a mai napig tőle. Mivel lehetnek tényleg? Utolsó képe, mintha... Ez te voltál? Ennyi volt mára a holnaptali news. Holnap vloggal jön Vlog Oli. Köszi, Oli. Sziasztok! Hello.